November közepén érkeztek meg ezek a vadonatúj kajakok és kenuk Panyolára. Az eszközöket bárki bérbe veheti a jövőben az önkormányzattól, és szabadon használhatja azokat a településhez közeli folyókon, a Szamoson, a Tiszán és a Túron. A vízi turizmus élénkítését célozza meg ezzel a településvezetés. A beszerzés a TOP turisztikai pályázatának köszönhetően valósulhatott meg. Egyszerre 40 ember tud vízre szállni, akár Panyolán, akár mondjuk itt a közeli folyókon, a Szamoson, a Túron, vagy éppen a Tiszán, a Felső Tiszán. Úgy gondoltuk, hogy ez a beruházás elősegíti a itt élőknek az életét, és a turisztikai szempontból ide látogató vendégeinket kényeztetjük majd ezekkel az eszközökkel. Nem csak eszközbeszerzés valósult meg Panyolán a turisztikai program keretében, több épület is korszerűbbé vált, ennek köszönhetően komfortosabb körülmények között pihenhetnek az átutazó turisták. Egy pihenőház felújítást is véghez vittünk, illetve a révházunkat is fel tudtuk újítani, hiszen a Szamoson volt valamikor egy szamosi rév átjáró, és annak a révésznek volt egy építménye. Ezt felújítottuk, illetve a Szamosnál pont ott a révház alatt található az a csónak leeresztő kis műtárgy, amely egy úszósziget kikötve a parthoz, és onnan könnyebb a kenukat a vízre bocsájtani. A TOP turisztikai pályázat keretében nem csak Panyolán, hanem a Szatmár-Beregi térség több településén megvalósítottak olyan fejlesztéseket, amely élénkíti az idegenforgalmat.